Jó napot kívánok! Június 13-án ebben a műsorban arról beszélgettünk, még a korábbi népszámlálási adatok tanulságaként, hogy radikálisan csökken az egyházi hívőknek a száma, ami nem egy magyar jelenség, sőt, olyannyira nem, hogy Európában vannak országok, ahol a miénkhez képest sokkal rosszabbak a számok, de azért próbáltuk felfedni Darvas Tanács Erik református lelkész és Rosta Gergely valláskutató segítségével, hogy mik az okok. És akkor szóba került, hogy na de hát az egyházak nem csak úgy működnek, hogy templomuk van, meg egy-két intézményük, hanem ma már, és jellemzően Magyarországon 14 éve intenzíven, egyre több iskolát is működtetnek, fenntartanak. Óvodát, általános iskolát és gimnáziumokat egyaránt. Körülbelül 14 éve egy törvénymódosítást tette lehetővé, hogy számos addig állami iskolát egyházak fenntartásba átvegyenek, és ennek vajon milyen eredményeit lehet tapasztalni. Nagyon ellentmondásos folyamatról van szó, erről fogunk ma beszélni. Első vendégem Máté Tóth András valláskutató. Jó napot kívánok, szervusz! Örvendek, szervusz! Elég végig is, megbeszéljük ezt a dolgot. Egy picit elevenítsük fel, hogy te is úgy látod-e, amit a múltkori műsorban megbeszéltünk, hogy egyszerűen olyan életformaváltás, olyan paradigmaváltás zajlik a világban, ami Magyarországot sem kerülje el, dacára a politika hiába erőltetheti a keresztény konzervatív értékeket, nem ezen múlik, az egyházak vesztik a hívőket. Megállt ez a folyamat? Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban, és erről csak nagyon differenciáltan szabad beszélni. Nyilván van egy általános vesztés, úgy lehet egyszerűen fogalmazni, hogy több hívő hal meg, mint ahány születik. Vagy nevelődik. Nevelődik. Ugyanakkor vannak felnőttkori betérések a nagy keresztény egyházakba is, mint ahogy a zsidó közösségekbe is. Tehát bonyolult a helyzet. De az kétségtelen, hogy az az elképzelés, hogy az erős politikai hátszél az a vallásosság növekedésének kedvezne, ez nem így van. Sokféle adat is van erről, de az én kutatásaim alapján azt mondhatom, hogy akik hívők akarnak lenni nagy egyházakban vagy kisebb egyházakban, azoknak az elsődleges elvárása az, hogy az élet értelmével kapcsolatban, a belső harmóniával kapcsolatban, a személy integritásával kapcsolatban kapjon támaszt a hittől, a hit tartalmaitól, a hit rítusaitól és a hívő közösségektől. Úgy is lehet talán mondani, hogy elsősorban spirituális igény vonza be, vagy tartja bent a hívőket a vallási közösségekben. És az a csörömpölés, az a zaj, az a karistolás, ami a közéletben vallás, egyház, stb. Témában van, az valami ellenkező, az a zavarja az elmélyülésre vágyó embert, és ennek következtében, vagy ez lehet az egyik oka annak, hogy az erős közéleti hátszél az inkább kontraproduktívan hat. Természetesen nem csak olyan a vallásnak a jelenléte a társadalomban, az nem csak ez a spirituális jelenlét, hanem van egy intézményi jelenlét, van egy társadalmi rituális jelenlét, amely a közösségi identitásnak támaszt tud nyújtani, és számos más társadalmi problémára adott esetben konstruktív választ tud adni. Ezen a területen természetesen a közéleti hátszél, néha viharos hátszél, az természetesen tud segíteni. Igen, de amit itt említettél, Magyarországon különösen fontos, egy ilyen történelmi múlttal, amivel Magyarország rendelkezik, és elsősorban ugye arra közel 60 éves szocialista berendezkedésre gondolok, ami nem kedvezett semmiféle egyházi működésnek, és több generáció nőtt fel anélkül, hogy egyházi közösséghez egyáltalán tartozzon, vagy felmerüljön ez a dolog, utána túl nagy intenzitással betör a politikába. Ezt én értem. Ráadásul Magyarországon ez nagyon-nagyon durva, mert ugye az egyházaknak a kezelése a politika részéről meglehetősen differenciált, tehát Iványiék evangélikus testvérközösségét kizárják,
kizárja a politika, kizárja a kormányzat, kizárja a fideszes parlamenti többség, a bevett egyházak sorából diszkriminálja, üldözi, navvak meg egyebek. Ezt látva értelmes ember azt mondja, hogy nem akarok én itt az egyházakkal foglalkozni, meg az én egyházam miért nem áll ki akkor, miért nem szolidáris. Egy csomó ilyen politikai szempont belopódzik a hívők életébe is. Ez nem kedvez. Lehet ezt ellensúlyozni? Mert azt mondom, hogy hát tegyenek az egyházak valamit ez ellen. Én azt nem nagyon látom. Azt nem inkább tudom, azt látom, hogy számos püspök, egyházi méltóság direktbe is közvetlen beáll a politika szolgálatába, szószékről agitál, különböző politikai diszkriminációkkal próbálja a híveit így úgy nyomni, és ez megint csak nem tesz jót. Szerintem a kép az nagyon színes e tekintetben. De a legfontosabb, amit mondani szeretnék, hogy Magyarországon a vallás és az egyházak tevékenysége és jelenléte vonatkozásában nem az az érdekes, ami látható, hanem az az érdekes, ami nem látható. Tehát mondjuk Magyarországon, ha úgy jól összeszámoljuk, én inkább a katolikus egyházat ismerem közelebbről, akkor tulajdonképpen 4-5 főpásztor, 4-5 püspök az, akinek a nevét a médiában lehet olvasni, igen, és azok közül van 2-3, akik adott esetben kritikusak is tudnak lenni a fennálló politikai viszonyokkal kapcsolatban, és van szintén 2-3, akik pedig nagyon nem kritikusak, vagy más irányba hogy csak lövik a nyilakat. Igen. És most, vagyis tehát, hogy ez tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a demokrácia normális működésének, a véleményszabadságnak a jele, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, mégpedig elsősorban, legalábbis az én megközelítésem szerint, elsősorban azért fontos, mert 90 után, mivel sem a politikai elitnek, sem az egyházi elitnek fogalma se volt arról, hogy milyen a pluralista társadalom, mi, hogy működik a demokrácia, és egyáltalán mi az, próbáltunk copy space-el másolni bizonyos helyzeteket, amelyek a Lajtától nyugatra megvalósultak már jó régen, egy szervesebb társadalomfejlődés során. Nos, tehát nem volt fogalmunk, és ezért tulajdonképpen olyan úgy alakult az állam és az egyház viszonya, mint a létra, hogy az egyik tartotta a másikat, a másik megtartotta az egyiket. És ilyen értelemben talán úgy is lehet mondani egy kicsit fatalisztikusan, hogy egyik rántotta bele a másikat egy helyzetbe, és akkor a különböző konfliktusoknál is úgy volt, hogy mindenki csodálkozott, hogy miért lett valamiből konfliktus, hiszen mi egyáltalán nem is ezt gondoltuk, egyáltalán nem is ezt akartuk. És ez eltartott hosszú időn keresztül, míg a közélet is beletanult úgy, ahogy abba, hogy mi az, hogy demokrácia, mi az, hogy pluralizmus, mi az, hogy nyilvánosság, és az egyházak is egyre inkább beletanultak ebbe. Vagyis tehát most, 24-ben, amikor azt látjuk, hogy sokféle politikai vélemény megjelenik, ami megjelenik, és hogy mi van ott, ahol nem látjuk, amit nem látunk, az egy nagy kérdés, azt egyébként kutatni se könnyű. Amikor ezt látjuk, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nézd csak, ez normális, ha elmegyünk Ausztriába, bizonyos értelemben nagyon messze van, más szempontból pedig nagyon közel, elmegyünk Ausztriába, akkor ott is azt látjuk, hogy ahol nagyon-nagyon sok a katolikus, stb. Katolikusnak keresztelt, mégis az egyház reputációja az azért nem annyira jó, és ott is vannak püspökök, akik pro, vannak, akik kontra, nyilatkoznak a legkülönbözőbb kérdésekből. Különbség talán az, hogy Magyarországon viszonylag kevés az a szervezet, amelyik olyan felnőtt módon, érett felnőtt módon vallási alapú szervezet, venne részt a közéletben. Egyébként a nem vallási alapú NGO-k között is kevés, amelyik érett felnőtt módon részt vesz a közéletben, vagyis tehát véleményt nyilvánít általános társadalmi kérdésekben. Nem, ők dolgoznak a maguk területén, és igyekeznek nem véleményt nyilvánítani, kicsit behúzott a civil társadalom behúzott nyakkal él, de ott is igaz az, hogy vannak kiemelkedő intézmények, kiemelkedő szereplők, úgynevezett public intellectuals, akik nyilvánítanak ezt, meg azt, meg amazt, erről így, arról úgy, és ugyanígy van a vallási civil. Ausztriában ez nem így van, mert Ausztriában nagyon sok olyan
hitalapú civil szervezet van, amelyik, hogy így mondjam, közéletileg érett, tehát képes szereplőjévé válni egy plurális demokratikus rendszernek. Az egyházaknak a közéleti szerepéhez azért hozzá tartozik, amiről aztán most szeretnék tovább majd beszélgetni, és egy újabb szakértőt bevonni, hogy az iskolák fenntartásával bizony most már az egyházi tanításon túl ebben az oktatási szolgáltatással, a közélet alakításában is részt vesz, és ebben egyre dominánsabb szerepet vállalnak a különböző egyházak, nyilván létszám arányosan a katolikus egyház a legnagyobb arányban és a többi kisebb arányban, és ez most már egy 14 éves folyamat, hogy az egyházak átvehetik az egykori állami oktatási intézményeket óvodától gimnáziumig, úgyhogy elég tapasztalat gyűlt össze, hogy megnézzük, hogy ebben az egyházak számára mi volt, ami pozitív volt, mi az, amit nyertünk vele, vagy mi az, amit esetleg veszítettünk, úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést. Második vendégem Elcse Krisztina oktatáskutató, a civil közoktatási platform szóvivője. Szerbusz! Jó reggelt! Sok dolgot olvastam az egyházi ügyekkel kapcsolatban, hogy például, és ez Andrást is közelről érinti, egyik kutatás határozottan azt állította, hogy a rendre egyházi fenntartásba vett általános iskolák zömében nem tapasztalható, hogy a diákok körében növekedne a vallásosság, aki nem otthonról hozza, az attól, hogy az általános iskola vagy a gimnázium egyházi, ott nem válik hívővé. Mit szólsz ez? Ez végül is az állampolgári világnézeti semlegességnek a garanciája, nem? Hát mondjuk ez egy ebbe a projektbe be nem kalkulált együttjáró, velejáró a dolognak. Ez nyilván az egyház számára, és most kivételesen nem ironizálok, tehát valóban nyilván az ő céljuk az, hogy sikeres evangelizációs tevékenységet folytassanak, de sajnos az a kontextus, ahogy maga az egyházi fenntartóknak az expanziója, ahogyan és amiért megugrott, ahogyan tulajdonképpen zajlik bizonyos esetekben az iskolák átvétele, ahogyan viselkednek egyházi fenntartók. Természetesen az nagyon fontos, hogy mindenre van ellenpélda is. Tehát vannak példaértékűen jól, és ez alatt azt értem, hogy demokratikus, a szülőket partnerként kezelő, a tanulók között nem szelektáló, nyitott oktatási fejlesztésekben nagyon komolyan gondolkozó és investáló egyházi fenntartású iskolák is. De nyilván, hogy az nem véletlen, hogy van egy ilyen rossz érzés sokakban, amikor úgy a háttérben feldereng a gondolat, hogy az iskolát elkezdik kerülgetni a nagyegyházak egyike. Nem lehet az, hogy mert minden a technikán múlik. A kormány rászabadította a lehetőséget az egyházakra, hogy vegyenek át iskolát. Ennek az egyházak nyilván megörültek, sok helyen már maguk keresték fel a fenntartót, az önkormányzatot, hogy akkor ők átvennék az iskolát. Ez hirtelen jött, szülőket meglepte, sok helyen tiltakoztak. Tehát felesleges habzás vált a dolog körül, nem? Hát itt szerintem nagyon... nagyon fontos látni szerintem, hogy a kérdés tényleg, ahogyan mondtad, nagyon összetett. És nekem jobban tetszik az, hogyha nem az állam és az egyház viszonya oldaláról közelítünk, hanem az adott helyen lakók és az adott helyen működő egyházi közösség oldaláról. Tehát én ugye Szeged-Csanádi egyházmegyében lakom, Szegeden, ahol Kisrigó László a püspök, és ő ugye elhíresült, hogy ő szereti átvenni az iskolákat. És adott esetben nem is mindig zökkenőmentes ez az átvétel. Nem erőszakos. Na, de azt szeretném mondani, hogy a püspöknek az a nem csak hangoztatott, hanem következetesen végigvitt álláspontja, hogy ő csak a szülők kérésére és az önkormányzat kérésére vesz át iskolát, és ott, ahol kiderült, hogy az önkormányzat akarta, a szülők meg nem akarták, ott a püspök nem vette át az iskolát. Vagyis tehát, hogy ez az egyik, amit szerettem volna mondani. Tehát, hogy vajon tényleg helyes megközelítése az, hogy itt most az egyház egyfajta politika által biztosított lehetőség kapcsán elkezdett iskolákat harácsolni.
Ez az egyik. A másik, jó, voltak olyan esetek, ahol ezt láttuk. Lehetséges, hogy jó, rendben, én nem akarok ezzel... Észak-Lehet Magyarországon több ilyen fordult elő, igen. Lehet, nem akarok ezzel vitatkozni, hanem csak az, hogy a megközelítés nagyon sokat, nagyon sokban hozzájárul az eredmények látásához. A másik, az pedig az, hogy Magyarországon is, meg talán az összes volt szocialista országban, azért a 90-es évek elején volt egyfajta pozitív attitűd, a közéletben szűz maradt egyházak felé, mert ugye ki voltak zárva a közéletből, majd aztán később, ahogy elindult a demokrácia kiépítése és a különböző törvények, meg az egyház is belevonódott különböző közéleti kérdéskörökbe, azaz esetben vitákba, jóvátétel, ez az amaz, lassan ugyanolyan hétköznapi játékossá váltak az egyházak a politika és a közélet színpadán, mint a pártok, vagy a szakszervezetek, vagy a sajtó, vagy stb. És emiatt aztán lassan egy kiábrándulás indult el az egyházakkal kapcsolatban. Az a naivitás, hogy az egyházak tényleg itt mondjuk éteri tisztasággal, fehér glasszékesztyűben viselkednek a közéletben, és minden pap és püspök egy szent, az apácákról nem is beszélve, ez lassan egy csalódás vett erőt a társadalmon, és kiderült az, hogy nem, ezek is két lábbal a földön járó emberek, ezeknek is vannak politikai elképzeléseik, meg politikai babonáik, és így tovább. Tehát ez a dagonyázás, ami zajlik, amit demokráciának nevezünk, ebbe az egyházak is ott vannak teljes mértékben. Én miért mondom ezt? Azért, mert akkor, amikor azt feltételezzük, hogy az egyházi fenntartásba átvett iskolák felé az egyházaknak az az elképzelése, hogy itt most majd janicsárokat fognak képezni, hát ez semmilyen adat nem támasztja alá, ez egy illúzió, ez egy nagyon érthető, szeretném mondani, nagyon érthető, de mégiscsak azt hiszem, hogy ez egy elfogult előítélet, és igazából a társadalomnak is, meg az egyházaknak is ezzel valahogy meg is kell majd küzdeni előbb-utóbb, sőt lehet, hogy egy kicsit késésbe is vagyunk. És az utolsó, hogy miközben folynak átvételek, aközben azért... A közéletben van egy ilyen kicsit túlzott elképzelés arról, hogy tulajdonképpen mennyi iskola is került át, vagy van jelenleg. Vannak számok, hadd mondjam, hogy segítjük a hallgatót. Az óvodák közül a 2580 állami iskola mellett 359 egyházi óvoda van. Az általános iskola, a szűken vett önkormányzati állami általános iskolák száma 2009, és ebből 667, 12%. Egyházi gimnáziumoknál érdekesen eltolódott, mert 387 állami fenntartású gimnázium mellett 176 egyházi van, tehát itt nagyobb, erősebb az egyház jelenléte. Hát itt csak az adatokhoz annyit, hogy minden adat megtalálható az Oktatási Hivatalnak a honlapján bárki számára, még regisztrálni se kell, és ott azért több kategória van, hát itt van szakértő, aki ezt nálam jobban tudja, de több kategória van, tehát nem csak állami, meg egyháziskola, mindenféle van. Jó, a lényeg az, hogy 14 éve gyarapszik az egyházi fenntartásban lévő óvodák, középiskolák és általános iskoláknak a száma. Ugye az a kérdés, hogy mi történik ezekben. Van egy olyan vélekedés, és több kutatás azt mutatta ki, hogy arrafelé tolódik az egyházi fenntartású iskola, hogy elitképzés zajlik, tehát ott egy jobb körülmények, több pénz, jobban fizetett pedagógusok, szabad tankönyvválasztás, nagyobb mozgástér a pedagógus számára. Gondolom, hogy ezt a szakmai kutatások kimutatták, hogy így van. És ezért vonzó, akkor is, ha nem hívő gyerekeket iratnak be. Egyrészt igen. Másrészt ide visszatérve még azért pár dologra reagálnék, ami az előbb elhangzott, ez az egyházi fenntartásba vétel, tehát hogy az mennyire egy nagyvonalú gesztus, hogy amennyiben az önkormányzat nem ért egyetért, de az a szülők nem, és akkor hát az milyen jó, hogy nem veszi át. Az a helyzet, hogy a törvény erejénél fogva nem is nagyon teheti meg akkor az egyház. Az egyházi átvételt kifejezetten ahhoz kötik, hogy a szülők 50%-a plusz egy fő beleegyezzen, tehát teljesen indiferens, hogy az önkormányzat az éppen szeretné az átvételt, vagy sem. Úgyhogy amikor az egy, bár tetszőleges hát egyház... Még inkább alátámasztja, hogy harácsolásról nem lehet szó, mert a szülők nem akarják, akkor
Kész. Igen, de szerintem borzasztóan fontos azt megnézni, hogyha az ember néz egy olyan térképet, és vannak ilyen térképek, amelyek azt mutatják meg, hogy abban a bizonyos felívelő időszakban, ami egyébként azóta is tart, csak akkor volt a legnagyobb számban az átvétel, 11-12-13-ban, mely területeken ugrott meg az egyházba, egyházi fenntartásba való bekerülés, az valójában a hátrányos helyzetű települések. És akkor igen, akkor arról volt szó, hogy jellemzően a településvezetők keresték meg a kérdéses egyházakat, és akkor nyilván létrejött valamiféle diskurzus a szülők előtt. De azt is kimutatta 2017-ben Thomas Gábor, kifejezetten kutatta ezt a kérdést, hogy mi oka volt annak, hogy az egyházi fenntartásba ilyen mértékben szerették volna a településvezetők, ha az ő iskoláik átkerülnek, és alapvetően ugye egyrészt mindenképpen az, hogy ezek a hátrányos helyzetű települések anyagilag nem voltak olyan helyzetben, hogy fent tudják tartani, de a másik a legérdekesebb, hogy lehetett tudni, hogy 2013. január 1-től központi állami fenntartásba kerül az összes iskola, és gyakorlatilag ilyen elképesztő mennyiségben nem bíztak a településvezetők a központi állami fenntartásban. Attól tartottak, és nagyon sajnálatos, hogy igazuk lett, hogy ez egy nagyon durva minőség csökkenéssel fog járni, és akkor talán felhívnám a figyelmet arra, hogy gondoljunk bele, hogy ezek a tulajdonképpen a legrosszabb állapotban lévő önkormányzatok, akik az iskoláikat sem tudták nyilván nem önként, hanem anyagi kényszerek mellett úgy gondozni, ahogy szerették volna, még ők is a minőség visszaesésétől tartottak. Tehát az állami gondoskodásról volt egy ilyen típusú kép a fejükben. A másik az, hogy ugye ez a folyamat, az átvétel azóta is folytatódik, és persze, hogy vannak megkeresések egyházak felé, de egy picikét jobban billent a mérleg afelé, hogy az egyházak keresnek meg iskolákat. Már önmagában sok helyen visszatetszés kelt az, és még egyszer tisztelet a kivételnek, ahol nem ez történik, a megkeresés módja, ahogy a képviselők fellépnek a szülői közösséggel szemben, számos olyan példát hozott le a sajtó is, ahol egy meglehetősen arrogáns fellépés, a tetszik, nem tetszik, úgyis a miénk lesz, úgyis visszük, nem kell itt kérdezősködni. Nyilván ennek van egy kulturált, civilizált módja, amikor a fenntartó aspiráns oda megy a szülői, és én azt mondom, hogy a pedagógusi közösség felé, akiknek sajnos szintén nincsen semmilyen szava, holott azért ők mégiscsak állandóbb bútortarabok, mint a szülők, tehát minimum nekik is járna valamiféle jog, és partnerként elmondja, hogy hogyan gondolkozik az iskolával a jövőben, mi az, ami tetszik neki, mit tartana meg, és nagyon őszintén elmondja, hogy mit változtatna. És így tehát egy korrekt, átlátható tájékoztatás után dönthetnének a szülők arról, de általában nem ez történik, az a helyzet, és ez probléma. A másik, amit én, még két dolog van, és bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek, de aztán oda fogok kilukadni az elitképzésre. Amit fontosnak tartok, én több 3 évig kutattam ezt a egyházi fenntartásba kerülő iskoláknak a kérdését, és egészen pontosan arra fókuszálva, hogy milyen hatással járt ez a szelekció szempontjából, amiről tudjuk, hogy a magyar oktatási rendszer egyik sok évtizede vonszolt, egyik legnagyobb problémája. És azt találtam, hogy minden olyan helyiségben, a településen, ahova belépett egyházi fenntartó, ott a szelekció mértéke fokozódott. Nagyon durván. Én ezt a vizsgálatot többféleképpen... Mit jelent a szelekció? Az azt jelenti, hogy... Hátrányos helyzetű, gyenge képességű gyerekek kiszorítását jelenti? Vagy mit jelent? Bocsánat, nincsenek gyenge képességű gyerekek. Akkor rosszul fogalmaztam. Milyen szelekció történt? Nagyon pontosan, és ezek számok, és igen, ki tud derülni az országos kompetencia mérésnek az adataiból, ahol nem csak a teszt eredmények vannak benne, hanem ugye ott vannak a háttér kérdőívekből származó rengeteg más egyéb adat, amit tudunk, például a családi háttérindexe is a gyerekeknek, és az derült ki, hogy én 2010 és 16 között vizsgáltam ezeket a nagyon sokfelé bontott településeket, minimum 2 iskola legyen rajta, és így tovább. Nagyon-nagyon durván polarizálódott a családi háttérindex szerint a tanulói közössége annak a településnek, tehát a magasabb státuszú családok gyermekei mentek az egyházi iskolákba, kerültek oda, és az alacsony státuszú családok gyermekei pedig a másik iskolába, és akkor ezzel lehet játszani, nyilván több iskola esetén kialakultak azok a szerepek, hogy az egyházi elit, ha nevezzük annak a
a magas családi háttérindexet, van ilyen állami fenntartású is, stb. És nyilván volt a gyűjtő, ahova az úgynevezett maradék gyerekeket kiszorították. És az az igazság, hogy nagyon brutális példákat látunk erre. Ez a jelenség, ez a polarizáció a társadalmi státusz szerint, ez megtörtént, és akkor itt merül fel a kérdés, ami egyébként ez a szelekciós politika jellemzi a magyar oktatási rendszert, hogy addig, ameddig érdekes módon a jó zenészek, kreatív gyerekek, jó sportolók, és ezek szerint az egyházi iskolába való gyerekek is érdekes módon a magasabb státuszú családokból kerülnek ki. Hogy van ez? Nem beszélve arról, hogy ez azért némileg ellent is mond, mondjuk a mindenféle egyház küldetésével, amit ők a magukének vallanak, szóval, hogy de... De itt álljunk meg, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ezt a felmérést, ezt 2013 és 2016 között készítetted. Nem, 2010 és 16, hogy legyen összehasonlítási alap, mikor nem volt még benne a település. De ugyanakkor magad is azzal kezdted, hogy az elmaradott települések körében volt jellemző, hogy az egyházak átvesznek iskolákat. Én ez a vizsgálat országos volt, tehát én a minden... Tehát akkor ez azért településtől is, meg országrésztől is nagyon az fő. Az egy világos tehát mintázat. Tehát a big picture, a nagy kép az, hogy azt látod, és akkor átadnám a szót Máté Tóth Andrásnak, hogy eltolódik az elitképzés felé, az egyházi fenntartású egy nagyon világos summázattal hagyd mondjam meg, hogy mi az a mintázat, ami az összes vizsgálatomból kiderült, az egyházi fenntartású iskolák, legyünk az ország bármely területén a gazdagabb, nyugati, vagy a tényleg nagyon szomorú élethelyzetű északi részén, mindig a relatív elitnek tettek ajánlatot. A kérdés, hogy ez így van-e? Hát a számok ezt mutatják, szóval ez így van. Akkor ez egy természetes folyamat, ez egy erőszakos szelekció. Rossz ez, vagy jó? Én nem vagyok oktatáskutató, úgyhogy tisztelettel és ámulattal hallom ezeket az adatokat, természetesen egyiket se hiszem el, de kétségtelen, hogy, kétségtelen, hogy a következetesen végvitt és kiváló kutatás az ilyen eredményeket ad, és abból ilyen kérdések fogalmazhatók és fogalmazandók meg, úgyhogy tehát egyáltalán nem akarom negligálni, amit mondtál, az már csak udvariasságból se, de komolyan gondolat szempontjából sem. Én, mivel lehet talán mondani, hogy így az egyházak belvilágát egy kicsikét ismerve, vagy régóta kutatva, bennem az a kérdés merül fel, hogy ki hozza itt igazán a döntéseket. Már iskolák ügyében? Igen, az iskolák, meg a gyerekfelvétel ügyében. Ugyanis számos alkalommal hallottam kelet-magyarországi beiskoláztatással kapcsolatban tanároktól, szülőktől egyaránt, hogy a dolog nem úgy zajlik, hogy az egyházi iskola húz egy határt, hogy ki az, aki jöhet, és ki az, aki nem jöhet, hanem úgy zajlik, hogy abban a pillanatban, hogyha beszéljünk nyíltan, cigány gyerekek is úgy néz ki, hogy bekerülnek az iskolába, amit az iskola akarna, akkor a szülők megzsarolják az iskola vezetését, és azt mondják, ha ide cigány gyerek is járni fog, akkor mi meg elvisszük a szomszéd nagyobb településre. Ez, vagyis tehát, hogy, és akkor kérdés az, hogy mit csinálhat az iskola. Most ide szeretnék kapcsolni egy olyan témakört, ami szerintem nagyon ide tartozik, és lehet biztos arról is van elég kutatás. Ez pedig az, hogy egyáltalán az iskolákban mik is azok a modellek, tudások, kompetenciák, gyakorlatok, amelyek mentén a szegregáció kérdését kezelni lehet. Hogy ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok elkötelezett tanár van az iskolákban, miközben kevés a tanár. Igen, egyre kevesebb. És azt is tudjuk, hogy olyan nehézségekkel kell megküzdenie a tantestületnek, amelyekkel talán még már csak elvi okokból se lehetséges megküzdeni, az anyagi problémáktól kezdve, a kinevezési problémákon át, a szülőktől jövő nyomás, stb. És akkor tetejében még adott esetben az egyházi képviselő által
hangsúlyozott érdekek vagy értékek, tehát egy annyira komplex helyzetek, és szeretném kérdezni, hogy különösen kis településeken, hogy hol van az a tantestület, hol vannak azok a tanárok, akik egyszerűen képesek lennének ezeket a kérdéseket úgy kezelni, hogy arra egy nagyon komoly oktatáskutató, vagy egy nagyon komoly valláskutató azt mondhassa, hogy ez példaértékű. Uh-huh. Tehát, hogy akkor, amikor a problémákat felsoroljuk és bemutatjuk, akkor az elemzés nem azzal végződik, hogy kérem szépen, hát ez a helyzet, ez szörnyű, hanem az elemzés azzal végződik, hogy ez a szörnyű helyzet, ez különböző dolgok miatt alakul ki, és csak különböző feltételek teljesülése esetén kezelhető konstruktívan. Amit most hallottam, aztán adom Krisztinának a szót, az mutatja nekem, hogy a tanárok helyzete akár állami, akár egyházi fenntartásról van szó, és most a speciális iskolákról nem beszélte, mind a két esetben azért rossz, mert külső nyomás alatt vannak. Vagy a tankerületi állami nyomás, ami rohadt rossz körülményeket teremtett a közoktatásban, a oktatás szabadságát megnyírbálva, egzisztenciálisan még jobban kiszolgáltatottá téve a tanárokat. Az egyházi iskolákban meg egyházi elvárások, másféle értékrendek, képviseletes, stb. Tehát ilyen rossz helyzetben vannak a pedagógusok. És azt mondja, a felelősséget erre a szeparációra, szelekcióra áttolja akár a roma családokra, akár a nehéz helyzetű családokra, és önszelekcióra nevezi őket. Szerintem ez végképp a csúcsa, a teteje mindennek. Ez mit jelent ez az önszelekció, hogy maguk a családok nem akarják a gyerekeket erős iskolába iratni? Hát erre sokféle ideológia meg lett kreálva, hogy miért nem, de ilyeneket tudnék mondani, mint kifejezés, hogy ők értékbizonytalanok. És tehát ez egyértelműen egy visszataszítóan elitista és egy nagyon arrogáns attitűdje, hogy mondjam, annak a csoportnak, és remélem, hogy nem, hogyha nem mindenki nevében hangzik ez el a nehéz élethelyzetű családokkal szemben. De a lényeg az, hogy mit lehet csinálni, és hogyan szólna a konstruktív megoldás, ez egyértelműen pedagógiai kultúra kérdése. Egyik része az, amit most megtapasztalunk, hogy és ez nem, tehát még egyszer, én nem politizálni szeretnék most, de kétségtelen, hogy az oktatásért, mint nagy ellátó rendszerért a mindenkori kormányzat, a mindenkori oktatás irányítás felel. És vannak olyan dolgok, vannak olyan nem megtett lépések, amelyek 2010 előtt is problémát okoztak, és azok is így kumulálnak, tovább halmozódnak. Az elmúlt 14 évben nagyon-nagyon sok hibás döntés született meg a rendszer nem értéséből, nem ismeréséből, de nagyon sok konstruktív szakmai javaslatot ignoráltak maximálisan, és ignorálnak folyamatosan, de a lényeg az, hogy egyrészt a forrás kivonással egyszerűsítsük le azt a folyamatot, ami az anyagiakra vonatkozik, ilyen súlyos helyzetbe hozni a magyar oktatási rendszert az egyik része a dolgoknak, de a másik része, hogy amellett, hogy valóban az egész pedagógus társadalmat, és itt az óvodapedagógusokat se felejtsük el, a szakképzésben dolgozó, teljesen mindegy, hogy hívjuk őket, pedagógusokat, a törvény szerint se felejtsük el, tehát mindenki, aki a gyerekekkel dolgozik, hogy őket milyen helyzetbe hozták, ez is az oktatási irányítás felelőssége. És akkor itt nagyon-nagyon fontos megjegyezni azt, hogy de attól, hogy van egy inkompetens oktatásirányítás, sajnos nem jelenti azt, hogyha minden körülmény adott lenne, ezek az anyagi, külső körülmények, akkor ma Magyarországon egy jó, korszerű pedagógia működne az oktatási rendszerben, mert sajnos ez nem így van. Erre vonatkozóan is vannak kutatások, én is tudnék mondani számos példát. Ez is a probléma részét képezi, hogy a pedagógusok mit kezdhetnek nagyon különböző háttérből érkező gyerekekkel. Az inkompetencia, ami a kormány részéről megnyilvánul, és amit te megfogalmaztál, annak az egyik markánsan megfogható és látható része az az erőszakos, diktatórikus beavatkozás a teljes közoktatásba, akár a tartalmába, akár a működési feltételekbe, ami egészen példátlan.
Egy demokráciában nem lehetne oktatást úgy irányítani, hogy odavágok és azt mondom, hogy holnaptól ez lesz, hogy aktuális legyek, a kecskeméti művészképzés most veri szét a belügyminisztérium. Mindenki tiltakozik ellene, aki érintett, szülők, gyerekek, pedagógusok, és mégis keresztül fog erőszakolni egy döntést, amivel lényegében a 26 éve zajló művészképzést, középfokú művészképzést, a színház dramaturgiai szakra gondolok, szét fogják verni. Zárójel. Köszönöm a türelmet, András. Ezt nagyon sajnálom, nyilván. Amifelé szerettem volna egy kicsit a beszélgetést terelni, hogy fordítsunk, mert szerintem ezzel kapcsolatban is nagyon izgalmas dolgokat hallhatunk, az az, hogy tulajdonképpen most mi is tulajdonképpen az az egyházi iskola? Mert úgy gondolom, hogy természetesen azt se tudjuk, mi az állami iskola, de most nem erről van szó, hanem hogy mi is tulajdonképpen az az egyházi iskola. És itt szeretnék három szempontot megemlíteni, ami szerint egy-egy egyházi iskolának a profilját úgy meg lehet rajzolni. Az egyik az, hogy az egyházi iskola régóta egyházi iskola-e, vagy pedig nem olyan régóta. Ez azért nagyon fontos, mert a régóta működő egyházi iskola azért már sok mindent megmutatott magáról, ami akár a tanárok oda menését, vagy onnan elmenését, akár az igazgató cserét, vagy igazgató megőrzését, akár a szülőknek a hozzávaló viszonyát befolyásolja. Tehát egy 10, 20, 30 éve, vagy csak 15 éve akár működő egyházi iskola, az már látható. Arról már lehet pontosan tudni, hogy az milyen. Arról már az is kiderül, hogy tényleg mennyire igaz az, hogy ott a tanárok jobban keresnek, hogy ott mindig van kréta, hogy ott elviszik, nem tudom én, Máltára osztálykirándulni a gyerekeket, és így tovább, és így tovább. Ez egyik szempont. A másik szempont az, hogy hol helyezkedik el az az iskola. És itt nagyon érdekes volt ez az adat, én nem tudtam erről, hogy elég sok egyházi iskola lett olyan helyen, ahol nagyon kevés a vallásos ember, tehát mondjuk Kelet-Magyarországon. Vagyis tehát, hogy most akkor ott mi is történt tulajdonképpen? Úgy tudom, hogy az egyházak, amelyek átvettek iskolákat, úgy érezték, hogy megmentik a településnek az iskoláját, pontosan azok miatt, az anyagi szűkösségek miatt. És miért tudták megmenteni? Erre azt válaszolta nekem egyszer Krisligó László, hogy azért tudták megmenteni, mert ők a pénzt azt egy kalapba tették, és úgy igyekeztek, hogy minden iskolát ott támogassanak éppen egyházmegyei szinten, amire éppen szükség van. Tehát jobban tudtak gazdálkodni. Több forrásuk is van. Lehet, hogy több forrásuk is volt, de még a meglévő fejkvóta alapján is jobban tudnak. És kétségtelen, hogy azt most én nem fogom itt elmagyarázni, hogy miért, de kétségtelen, hogy az egyházi iskoláknak magasabb a bevétele a költségvetésből, de ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy nem volt ez eredetileg magasabb, hanem össze volt hangolva az államival, csak aztán az állami egyre lejjebb ment, és akkor így most már tényleg magasabb. Tehát ez az egyik, hogy hol helyezkedik el, és ott, ahol az iskolák nem olyan régen lettek átvéve, most csak tessétek elképzelni, hogy annak az iskolának az egyháziassága azon túlmenően, hogy a fenntartó egyházi, hogy táblacsere történik. Azon kívül ugyan mi cserélődik ott ki? Mert lehetséges, hogy vannak botrányos esetek, amikor nem tudom én, a református parókus a sógorát behelyezte iskolaigazgató, mit tudom én, nem tudok ilyen egyedi eseteket. De mitől egyébként egyházi nem egy olyan iskola, amiben egyébként csak táblacsere volt az a kérdése? Attól egyházi, hogy egyházi a fenntartója, és vallási értelemben nem nyert semmit. Tehát vallási értelemben nem nyert senki, és hát azt mondják, hogy azért veszik át, mert így tudják a településen megtartani az iskolát, hogy ne szűnjön meg. Tehát misszió. És a misszióhoz akarok még mondani, nyilván a misszió az egy borzasztó kifejezés, ami után láttuk a misszió című filmet, azóta a misszió az negatív kifejezés, de mégis én úgy gondolom legalábbis, hogy fontos tudni azt, hogy az egyházaknak nem csak vallási missziója van. Az egyházak úgy gondolják, hogy van kulturális misszió is. Szociális misszió is. És nem azért, nem azért tanít egy katolikus tanár az iskolába, hogy
katolikus gyerekeket neveljen, hanem azért tanít, hogy értsék a matekot, vagy értsék a magyart. Igen. Ez nagyon, tényleg nagyon sokféle módon lehet megítélni, viszont vannak olyan települések, ahol nem maradt állami iskola, hanem csak egyházi van, egy adott egyház, mondjuk egy görögkeleti Észak-Kelet-Magyarországon, és akkor a szülők, ha ezt nem akarják vállalni, akkor másik településre kell vinni. Tehát jól beavatkozott az állam. Még majd a görögkatolikusokról szeretnék egy rövid mondatot mondani, de nem veszem el. Ez a mit nyert, nem tudom, hogy mit nyert, sokan panaszkodnak egyházi iskola vezetők, vagy nem tudom, közül, tehát pontosan, ahogy nem tudnak úgy működni abban a keretben, ahogy ők azt elképzelték, viszont hogy mi változott a táblacserén kívül, azt nagyon pontosan el tudom mondani, az előbb említett, a tanulói összetételt kicserélték. Tehát a településeken, az egyházi iskolákban, ha egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány helyen nem így történt, a magas státuszú, a középosztálybeli gyerekek kerültek be. Tehát ezt tudjuk, és akkor ennyit a szociális misszióról meg. Tehát hogy mondjam, én most senkit nem direkt akarok megtámadni, de hogy mondjam, amit én csináltam, az egy másodadat elemzés, sok-sok-sok-sok szám, sok-sok-sok-sok éven keresztül, mindez megspékelve azokkal a nem tudományos igényű, ám de azért mégiscsak megalapozó, folyamatosan érkező helyi, lokális tapasztalatokkal, illetve, ahogy említettem, azokkal a háttérbeszélgetésekkel, hogy maga a fenntartó felekezet képviselője is tisztában vannak ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy elhiszem, hogy egy folyamat, de egy rossz folyamat, és itt valamikor elhangzott az, hogy az érték, illetve érdekképviselet. Szóval én azt látom, hogyha most szociális misszióról beszélünk, vagy kulturális misszióról, akkor ez egy értékképviselet lenne, ami nagyon durván szembe kerül egy érdekképviselettel, mert felteszik a kezüket az iskolák, hogy na jó, de rajtam van a lakossági társadalmi nyomás. Hát akkor ezzel a dilemmával kellene kezdeni valamit, hogy mit kell inkább képviselnem, értéket, vagy pedig érdeket. De azt szeretném mondani, hogy ne csak én olyan legyek, aki csupa rosszat mond, hogy fantasztikus egyházi iskolák vannak, fantasztikus egyházi vezetőkkel, itt a piaristákat, a ferenceseket muszáj megelmítenem, személyesen Lázár Lászlót, de a református iskolák közül is számos olyan van, ami, és elnézést, én nekem egy picit ez a fókuszom, ami korszerű, minden gyerek számára olyan minőségi oktatást igyekszik nyújtani, ami tényleg kalapot le, olyan innovációkba, pedagógiai innovációkba vágnak vele, olyan együttműködéseket keresnek. És azok a dolgok egyébként, amikre most így tudnék reagálni nyilván, ahogyan lerajzolódott, hogy mitől egyházi egy iskola, az olyan szép lenne, mert akkor arról lenne szó, hogy egy iskolában mondjuk pedagógiai vagy és iskola használói közösségek szakmai beszélgetést folytatnak, és szakmai együttműködést folytatnak. De sajnos nem erről beszélünk, nem a lényegről beszélünk, hanem azokról a külsőségekről kell beszélnünk, ami jelen pillanatban a társadalmat még tovább lögdösi egy kasztos szakadék felé, hogy az egyházak ezért, azért, vagy amazért önhibájukon kívül, vagy sem, de masszívan hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalmi mobilitás az nem, hogy fékezve legyen, hanem hogy még meg is fordítja, még többet ront rajta, hiszen az ő szelekciós politikájuk generálja a szegregációt, hiszen akik őt kiválasztanak, a magasabb státuszú gyerekeket, a többi be van tolva, szegregálódik egy másik alacsony státuszú iskolában, tehát hogy ez a szerep, amit játszanak jelen pillanatban az egyházak a társadalmi polarizációban, az szerintem nagyon súlyos, és én ezt nem azért mondom, mert nekem örömet okoz. Tehát, hogy én sokkal jobban szeretnék oktatáskutatóként egyházi iskolákkal, és ismerek is vezetőket, fantasztikus egyházi tanárokat, elkötelezett vallásos tanárokat. Egyetlen egy mondat csak, hogy én nem azt mondtam valójában, hogy keleten nem vallásosok az emberek, csak hogy a felekezeti lefedettséggel abszolút nincsen pariban az, hogy milyen iskolákat vettek. Milyen iskolában? Jó, akkor most kénytelen vagyok, amit nem szeretek. 6,5 percünk van. Mert nagyon-nagyon nehéz kérdéseket érintettetek, hogy melyiket próbáljuk ebben a 6 percben kibeszélni, megbeszélni. Én most szeretnék a szegregációt. Igen, maradni, igen, nyilván ez a legfontosabb dolog, hogy ez mennyire természetes, vagy mennyire spontán folyamat, és mennyire irányított. Igen, igen. Nekem legalábbis ez vetődött fel. Igen, így van. Az kétségtelen biztos, hogy minden egyháznak, ugye itt keresztény egyházak vannak, minden egyháznak az evangélium az abszolút mércéje, és az evangélium a szegény párti. Ezt lehet csűrni, csavarni, de akkor is ez egy abszolút mérce. Vagyis tehát az lenne az ideális eredmény, teljesen egyetértek,
hogyha az egyházi iskolák elsősorban a szegény nyomorult családok gyerekeinek az iskolája lenne. Ez nagyon jó. Na most természetesen sokféle iskola van, és most beszeretnék hozni egy témát, ami nagyon-nagyon hevesen volt korábban vitatva, ez pedig a görög-katolikus kísérlet Észak-Magyarországon. Nagy portfelte. Hogy óriási botrányok lettek abból, hogy voltak iskolák, ahol kizárólag cigány gyerek volt. Igen. Na és hát akik oda mentek tanárnak, igazgatónak, stb., azok azért extra elkötelezett emberek voltak, valljuk meg, és ezek az iskolák jól működtek. És akkor jött az antiszegregációs Európai Uniós kritika, amivel csak egyet lehet érteni, mert tényleg az lenne a nagyon jó, hogyha úgy működnének az iskolák, ahogy a kutató mondta, hogy befogadnák, és az elit gyerekek megtanulnák, hogy a társadalom az olyan, hogy vannak azzal olyanok is, akik nem elitek. Igen. És akkor na de ez ne. És akkor neki támadtak, lejáratták az egészet nagy mértékben, én nem is tudom, talán még büntetést is kellett fizetni, vagy nem tudom, lehet, hogy bezáratták, nem tudom igazából, de és én annak idején, amikor volt ez az ügy, nem tavaly, hanem több évvel ezelőtt, annak idején még meg is kérdeztem egy kollégámat, hogy magyarázd már el nekem, hogy itt mit kell gondolni, mi a helyes gondolat. És ő is azt mondta, hogy igen, amit az unió akar, az helyes. És aztán utána találkozom a görög-keleti érsekkel, görög-katolikus érsekkel, és megmondom neki ezt a gondolatot, hogy mi van, és akkor azt mondja, hogy András, ne haragudj. Hát most mit csináljunk azzal a gyerekek? Küldjük el? Küldjük hogy ne el. Csak cigány legyen hát az iskolában. Pont nekünk kell elsősorban igen. Foglalkozni iszonyú velük. Csapda. Hát iszonyatos csapda. Iszonyú csapda. És itt akkor egy pillanatra felsőoktatásra is szeretnék, hogy megint csak cigányok, hogy ugye azért nagyon nagy dolog volt, hogy elindultak ezek a kollégiumok, ezek a roma szakkollégiumok, és azért lehet, hogy kritizálni tudjuk a egykori Balogh miniszter urat, de azért mégis ezt azért írjuk már pozitívan a számlájára, hogy ezt azért ő grundolta, ő no, taposta. Akkor most megint szorítottam egyet, 3 perc. Rendben. Azt szeretném mondani, hogy 2013-ban volt Vácott egy keresztény pedagógiai konferencia, ahol Fülöp atya egy cigány viccel indított, és az volt az első mondatai között az első, hogy először meg kell szelídíteni a kis vadakat, ez az egyik. A másik, hogy Nyíregyházán 2 darab görög-katolikus iskola volt, egy a cigányoknak, és egy hiper-szuper high-tech a nem cigányoknak. Szerintem azért ez nem egy elvi pedagógiai megfontolásból alakult ki. Azok a Huszár utcai telepet újra nyitották azért, hogy a cigányok ott maradjanak, és a szülőkkel takaróztak, hogy a szülők is ott akarnak maradni. Persze, mert minden más iskolában szétszették őket, megszégyenítették őket, ez egy intézményes bullying volt, és mindenhol az, ahol a cigány gyerekek, amit elszenvednek az iskolákban. A másik az, hogy az együttnevelés és társadalmi együttélés, és az, hogy természetesen a szegregáció, szokták mondani, lakosság és szegregáció, stb. Az oktatási rendszernek van egy nagyon fontos feladata, a társadalom kohéziójának a megteremtése és fenntartása. Képzeljük el, hogy a külön nevelődő buborékban szegregáltan nevelődő gyerekek hogyan tanulnak meg együtt élni a társadalomban, sehogy. Hogyan ismerik meg egymást, úgyhogy te cigány vagy, én meg nem, te meg neked a barna, a bőröd meg nem, sehogy. Nem tanulják meg, ha nem együtt nőnek fel. És ehhez képest... De ez nem csak az iskola feladata. Ehhez képest, bocsánat, a tankötelezettség miatt a gyereket 12 évre bezárjuk a 4 fal közé, ha nem, akkor a szülő nem kap semmiféle, bocsánat, tankötelezettség is be van zárva, ott történik a szocializációja, a személyiségi fejlődése, minden az, hogy amit megtanul a társas környezetéről, az az iskola felelőssége. De bocsánat, van még egy fontos dolog. Azt mondjuk, hogy akkor hát tanulják meg, hogy van nem csak elit, és igen, csak az elitből lesz a politikai képviselet, akik szegregáltan nevelkedve, ők szelektálva, a többi szegregálva, semmit nem tudnak az ország azon részéről, akiket ugyanúgy képviselniük kéne, és nem teszik, és Magyarország ma ezért tartott, ahol. Én biztos vagyok benne, hogy Magyarországon a keresztény egyházak tudnak a legtöbbet a cigányokról, és tesznek a legtöbbet értük. Ebben egészen biztos vagyok. Az lehet, hogy minden igaz, amit mondasz, mindazonáltal mégis. 2018-ban volt a PPK-n egy roma szakkollégiumokkal kapcsolatos konferencia, és ott 2 nagyon-nagyon kedves hölgy büszkén mesélte, hogy már 32%-ban vesznek részt ebben, vagy 32%-a a roma szakkollégiumnak roma. És egy picikét akkor azt tudhattuk meg, vagy az a kép rajzolódhatott ki, hogy a roma szakkollégiumokkal kicsit pontosan ugyanaz történik, mint az Arany János programmal. Hogy meg van hirdetve azoknak a hátrányos helyzetű, hátrányos területen lévő roma fiataloknak, és elfoglalják a helyüket a nem romák.
Akkor nyissunk egy új fejezetet, mert harmadik műsort is meg kell rendeznünk hamarosan. Nagyon szépen köszönöm, tényleg az elején jeleztük, hogy hihetetlen nagy témakörről van szó. Elcseh Krisztina oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvivője volt a vendégem is, Máté Tóth András valláskutató. Tényleg folytassuk, és ezt akkor a középiskolai és felsőoktatási képzéssel kapcsolatos észrevételeket is beszéljük meg. Somfai Péter szerkesztőt ráveszem, hogy szervezze ezt meg veletek. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra találkozunk.